A településen a munkanélküliségi ráta alacsony, olyannyira, hogy a közmunkaprogramban egyre kevesebben jelentkeznek. A vállalkozások is szépen fejlődnek, a település ipari területén 5 vállalkozás jelezte, hogy építene vagy meglévő egységét bővítené. 2020-ban befejeztük a települési operatív programban szerzett forrásból a Nagyhalász zöldváros kialakítása elnevezésű pályázatunkat, amelyből 9 projektelemet valósítottunk meg. Egy szerény költségvetésben nagyon hasznos beavatkozásokat végeztünk a településen. A befejeződött a temető fejlesztés, amely a LIDEL programból pályáztunk. Itt utakat alakítottunk ki, aszfaltoztunk, illetve zúzott kővel, borítottuk a temetőben az utat, illetve vizes blokkot alakítottunk még ki a ravatalozóban. Továbbiakban a bölcsődése, művelődési ház energetikai korszerűsítését fejeztük be, sikerült egy kondiparkot építenünk, Nagyhalászi református templomnak a teljes felújítását sikerült megcsinálni. Ezt a református egyház, Nagyhalászi református egyház község pályázta és oldotta meg Nagyhalászban. Többek között volt még egy nagyon fontos beruházásunk, ez a körforgalmi csomópont kialakítása a település központjában, illetve ehhez tartozó 38-21-es útnak a teljes felújítása volt a Nagyhalászi szakaszon, illetve Ibrány egy szakaszán. Folyamatban van a település közvilágításának fejlesztése, korszerűsítése, aminek kivitelezését a jövő évre tervezik, és elbírálás alatt van egy pályázat, ami a leromlott városrészek felújítását célozza meg. A gazdaságélénkítő program 2. ütemében sikerült nyernünk egy gyümölcslé feldolgozó üzem létesítését, amely a START programra épülve fogunk megvalósítani. Ezt jövő év október végére kell befejeznünk, illetve elkezdődött a külterületen lévő ingatlanjainknak a szennyvíz beruházása, olyan szempontból, hogy műszaki tanulmányok készítése megtörtént, és a belügyminisztérium közfoglalkoztatás és vízügyi helyettes államtitkársága a műszaki javaslatot elfogadta, és a fejlesztési igényeket nyilvántartásba vette. A közel 600 lakos, aki a külterületen lakik, ehhez a szolgáltatáshoz hozzá fog jutni hamarosan. A pandémiás helyzet kialakulása óta az önkormányzat igyekezett a helyi lakosokat segíteni, így mind az első, mind a második hullám során a város teljes lakossága, tehát minden háztartás számára biztosított tisztítócsomagot és karácsony előtt élelmiszercsomagot is.